mondjam azt, hogy egész pici gyerekkorom óta rajzoltam, szobrokat csináltam, de ilyen domborműszerűen. Játékból kimentünk a Szamosra, a Szamos nyáron annyira leapadt, hogy maradtak ilyen nagy homokpadok. Hát ott aztán lóformát, meg emberformát homokból összegyúrtam. Tehát rajzolni rajzoltam állandóan általános iskolába. Ötödik után már csak a rajzolás volt. Számtanóra, földrajzóra, történelemóra alatt rajzoltam állandóan. Szerintem a képzőművészetnek a legmagasabb foka a szobrászat, mert egyszer meg kell rajzolni, aztán ha akarod, még festheted is, tehát a rajzot festheted is, térbe helyezheted, formát kell csinálni. A szobrászok azokat, nem mindenki, de vannak szobrászok, akik festeni, jó rajzolnak, festenek. Hát nézd a klasszikusokat, a középkori művészeket. Festettek, rajzoltak, grafikát csináltak, szobrot csináltak. Az ösztöndíjjal jöttem Tolna megyébe, Szekszárdra. A szerződésben az volt, hogy én kapok, nem is tudom, 800 forintot, vagy mennyit havonta, és ezért, mert hogy ide jövök, műtermes lakás lesz, állást biztosítanak, és tudok itt, el tudom kezdeni a művészeti életet az egyetem után. Valamennyi kicsi tehetség vagy érdeklődés kell legyen benne gyerekkorodban, aztán irdatlan sok munka, irdatlan sok munka, kitartás, lemondás, nem a pénzhajhászás, hanem mondjam úgy, hogy a tisztességes munka legyen az első, a megvalósítás, és az, hogy a közjóért tettem valamit, és ezt a város elfogadja, vagy szeretnék tenni, vagy szerettem volna tenni folyamatába, de hol szükség volt rá, hol nem. Így aztán hát nyilván örültem neki, hát megköszöntem.